Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai vendégeim Rosta Gábor, a főkert kommunik kommunikációs szakértője, és Dékány Szilveszter, a főkert kommunikációs és PR vezetője szerbusztok. Szerbuszi, jó, jó estét! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ö, annak alkalmából találkozunk, hogy 150 éves a főkert, és a legtöbb budapesti lakos. Hát egyrészt erre majd kíváncsi leszek, hogy milyen kapcsolata van a főkerttel, meg a főkertnek milyen kapcsolata van a, a, lakosokkal, milyen kapcsolata volt az elmúlt 150 évben. És hát a legtöbben azt gondolom, hogy most a 10 fát, 10 új fát Budapestre programmal annak a szalagjával találkozhatnak, és hát ez most már a közbeszédnek a tárgyalat. Tehát sokan mondják, hogy te is láttad azokat a szalagos fákat, te is láttad azokat a szalagos fákat. Na, de hát, hogy is kezdődött? Azt a célt tűztük ki a következő egy órában, hogy egy picit a főkert világát, hogy milyen munkát végez Budapesten, milyen kudarcok és milyen sikerek kísérték az elmúlt 150 évben. Egy picit erről fogunk beszélgetni. Uh, igen, tehát a, a, sokan gondolják, hogy egy fővárosi kertészeti cégnek milyen kommunikáció, sokon gondolhatnak arra, hogy milyen kommunikációs tevékenységet folytathat egy kertészeti cég. Egyáltalán kell -e kommunikálnia? Egyáltalán kell -e kommunikálnia egy kertészeti társaságnak. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen, hiszen egyrészt költségvetési szervként ugye az adófizetőknek kell szemben, ez egy kötelezettségünk is, hogy, hogy bemutassuk, hogy milyen tevékenységekre költjük ezeket a bizonyos adóforintokat. Másrészt pedig olyan sok jó dolgot csinálunk, hogy ezt mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes ö, ö, kommunikálnunk és, és átadnunk a, a, a lakosság felé. Ugye tényleg nagyon kevés az a cég manapság, akiről elmondhatjuk, hogy 150 évet ért meg. Mi idén ezt az évfordulót ünnepeljük, és igyekeztünk felkészülni több szempontból is arra, hogy méltó módon emlékezzünk a patinás múltra. Ha mondhatnék én is egy mondatot, szóval a kommunikáció az ma már a szervezetek életében, részben belső, részben külső kommunikáció szempontból elengedhetetlen. De a, főkert, mint a Budapest, Magyarország legnagyobb kertészeti vállalata, és ráadásul abban az időszakban, amikor tényleg felértékelődik a városi zöld felület, mert iszonyatosan benne van a közbeszédbe, a főkertő függetlenül is. Tehát környezetváltozástól kezdve fakivágásos történeteken át, ez egy nagyon-nagyon előre mutató és jó kommunikáció. Tehát... Meg, tulajdonképpen a lakosok nélkül talán nem is, nem is működhet a következő évtizedekben, nem? Tehát Persze. valahol most eddig sem működhetett. Edd igen, de hogy valahol az elmúlt években, a különösen a fakivágások, ugye, amivel leginkább találkoznak ugye, a lakosok, talán mint a mostán egy fordulópont, nem? Hogy, hogy egy picit közelebb kell. És, és azt gondolom, hogy akkor, amikor, amikor azt mondjuk a rádióban, hogy van egy, egy, állami vállalat, és azt kommunikál, a legtöbb ember őszintén szerintem ásít. Szerintem, ja, Istenem, elmondanak majd valami hivatalos szöveget. Vagy eladnak valamit eladnak valamit, vagy megmagyaráznak valamit. De, hogy, de hogy de hogyha ezt a kommunikációt, és kérdezem Szilveszter, hogy ebben mi a tapasztalat, hogy, hogyha le tudjuk vinni az embereknek a szintjére a szó jó értelmében, tehát, tehát, hogy ott tudunk lenni egy partnál, egy fánál, egy fakivágásnál, egy faültetésnél, és ott, és ott az, az, egyértelmű, hogy ez ott érte történik, meg, meg, valahol vele történik, mert majd fogunk beszélgetni programokról, hogy a lakosságtól hogyan lehet elvárni azt, hogy, az, hogy, az, hogy az, hogy ő tulajdonképpen Csatlakozzon valamilyen szinten ezekhez a munkákhoz. Igen, azt gondolom, hogy a kulcs abban, van, amit te az előbb említettél, hogy érte történik. Tehát, hogy, hogy együtt, együtt kell dolgoznunk és együtt kell működnünk a lakossággal. Mi egy cég vagyunk, és azért vagyunk, hogy a város szebb, élhetőbb környezetet biztosítson a lakosainak a számára. Tehát nagyon fontos, hogy ezt közösen gondoljuk végig, és közösen tevékenykedjünk ennek érdekében. Azt gondolom, hogy több szempontból is igyekszünk ennek megfelelni, egy nyitott kommunikációt igyekszünk folytatni. Lehet hozzánk fog fordulni, több fórumon, több platformon csinálunk olyan helyszíni, kinti rendezvényeket, amikor az emberek eljöhetnek, kérdezhetnek tőlünk, akár kertész szakmai tanácsokat is adunk ezen, ezen alkalmak során. És hát a másik része pedig az, hogy a mindennapi tevékenységünket igyekszünk bemutatni a, a lakosság számára, hogy tényleg lássák, hogy azt gondolom, hogy az a különösen fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy nekünk, mint főkertnek, cégnek is természetesen az az elsődleges érdekünk, hogy, Budapest egy élhető, zöld környezetben lévő város legyen. Minél zöldebb, minél inkább egy, egy, hogy is mondjam, élhető közeg. Talán tényleg ez a, ez a, ez a jó szó rá és ezt minél inkább biztosítjuk, és hogy nekünk is ez az érdekünk. Tehát, hogy mi is ezen dolgozunk a mindennapokban. napokban. belegondolsz be abban, hogy a céget 1867-ben alapították, hát azóta alsó hangon volt mondjuk kilenc rendszerváltás. Két nagyostrom. Tehát, te eset, Ugye? Hát, többször lerombolták a várost. És mindig volt egy főkert, aki mindig rendbe rakta, újraültette, kezelte a Ez fákat. Ez azt jelent, hogy kivágták a fákat tüzelőnek például. voltak időszakok, lépték, hogy igen, értékes volt, volt, Igen, igen. De volt, amikor meg elképesztő ütemben kellett zöldíteni lakótelepek építése során, és ezért nem, nem bírták a tempót, akkora volt a tempó. A cég mindig megfelelt ezeknek a követelményeknek. Ez ma is látszik, tehát a fállamányon, attól, hogy azon, hogy <kül> ez egy végig gondolt történet a főkert mese. indult valamikor régről. Na de mert nagyon... Hogy ez egy mese, amivel te elkezdtél foglalkozni, de hogy mielőtt, mielőtt az első lapjában belelapozunk ennek a nagyon szép könyvnek, amit készítettetek, miért pont egy könyv született? Vagy, mert ugye annyi minden lehetőség, lehetett volt volna egy dokumentumfilmet, lehetett volna akármit csinálni. Mi mindet mi azt, azt, is csináltunk. <laughs> <laughs> Egyszer szóval ez csak jött egy ötlet, hogy akkor csináljunk egy főkert 150 könyvet? Így. Át. igen, tulajdonképpen igen, tehát hagyjunk uh, valami olyan nyomot, ami egy kézzel fogható uh, az utókornak is esetleg érdekesség. Diákoknak, az... szakdolgozóknak fontos könyv lesz ez. Tudod, mivel indultunk ki? abból hogy amikor elkezdtünk gondolkodni a 150-es jubilómon, akkor így, hú de jó lenne, ha elő tudnánk venni egy olyan könyvet, ami az 50 éves, a 100 éves, a 125 éves. Nem Elkezdtük ezeket, el elő, elő tudtunk, tudtunk igen. és, uh -huh. és baromi jó volt, hogy elő tudtunk venni ilyet. Tehát egy kicsit merészeltük azt gondolni, hogy ha csinálunk most egy könyvet, amiben feldolgozzuk a 150 éves történetet, a akkor előző. pontosan. Igen, és valaki már emlékezni lesz, fog igen. ránk, és megtanálják a Széchenyi könyvtárba, már... egy csomó könyvtárba elvittük. hogy Fölhívják az akkor már befutott és kicsikét alkotókat. <laughs> Hát, hogy meglátogatnak minket. Igen. Hoznak virágot. Egy stílusosan egy, egy virágot, igen. Szóval, hogy akkor megszületett a döntés, és akkor most itt van előttünk ez a nagyon szép könyv. Az a címe, hogy 150 éves a fővárosi kertészet 1867-től 2017-ig. Legfontosabb kérdés, ez kapható lesz meg könyvesboltokba? Igen. Igen. Uh, egyrészt a főkertnél nálunk meg lehet vásárolni kedvezményes áron, másrészt pedig uh, a online, ugye? a Dovucca 90-ben, így uh -huh. van, és uh, másrészt pedig könyvesbolti hálózatban, webshopban is érdemes keresni, és nem is kell már rá olyan sokat várni, gyakorlatilag abban bízunk, hogy napokon belül ez elérhető lesz. Mi fér bele egy könyvbe, meg, meg mi az, ami nem fér bele? Ha jól látom, akkor itt, itt főbb, hát nem is tudom, ilyen korszakok, korszakok vannak. Ezek, ezeket most alapítottátok meg, ezeket a korszakokat, vagy egész egyszerűen csak hozzátettétek az utóbbi ötven évet? Vagy, vagy, vagy ez a mese, ez úgy valahogy benne volt írott és íratlan? Történetében a főkertesek fő között, akik meséltek róla, mert ugye egyébként az is különleges benne, és én nem akartam elhinni, amikor uh, például mondjuk ezen a, ezen a könyvbemutatón elhangzott, hogy vannak olyanok, akik itt kezdtek dolgozni, és nem egy, meg nem két ember, hanem évtizedek óta, tehát, tehát 20-30 éve dolgoznak a főkertnél. Itt van 57 éve van egy kertész hölgy a Városligetben, 57 éve alkalmazottja a cégnek. És ez nem egyedi eset. Nem egyedi eset. Igen. Tehát, igen. A, a, nekünk könnyű volt, csak visszatérve a könyvre, hogy Radó Dezső egy na -na nagyon nagy igazgatója volt a, a, a cégnek, ráadásul nagyon jó időszakban volt jó, jó igazgatója a cégnek. Ő megírta annak idején a száz éves történetet, és ez egy nagyon komoly, tudományos igényű munka volt. És mi erre építkezve tudtuk meg uh, uh, kitül, kibővíteni 150-re. Egyébként úgy néz ki a felépítés a könyv, hogy a, van egy történeti rész az eleje, és utána a főbb parkok, a, a legfontosabb uh, zöld felületek a városban, amit a Szent Islán Egyetem tanszéken belül a Kert Történeti Tanszék uh, tanárai írtak meg. És így aztán két részből áll a könyv. Akkor te voltál a szerkesztő, és a... nem is tudom, az összeállító vagy az író, az pedig te, Részben én is de többen én is. De akkor alapvetően a ti fő munkája. Plusz a igen, nagyon nehéz volt eldönteni, hogy hol húzzuk meg a könyvnek a határait. Eredetileg abból indultunk, hogy 150 év, 150 oldalas könyvet készítünk. Ebből legyet, végzöm, mennyi mennyire? 232. Tehát így <laughs> volt gyakorlatilag volt. valahol. valahol és így Igen. is úgy volt, hogy el kellett vágnunk valahol. Tehát Igen. nem minden szempontból törekedhetünk arra, hogy az összes gondolatunk, statisztikák, táblázatok, kertervek, stb. amik az évek során fel gyülemlettek, azok bekerüljenek a könyvbe, valahol meg kellett vágnom, mert különben egy nem tudom, tízközetes enciklopédia lett volna a végeredménye. Emellé csináltunk egy honlapot, ahová egyébként a könyvből kimaradt tartalmakat feltöltjük. Ezt a 232 oldalt viszont már nagyon nem akartuk megvágni, tehát így is, így is úgy vagyunk vele, hogy azt gondolom, hogy amit ebbe bele tudtunk tenni, azt beletöltöttük. Szóval, ha Budapest uh, történelmét szeretné valaki megismerni, a zöld történelmét, mert hogy ez egy, ez egy, ez egy ilyen, az ilyen szemüveg, történelm, az, abszolút, az, történelm, izé, az is történelem. Abszolút, az is történelem, az is Igen, nem? Hányszor, eml igen. És hányszor emlékszünk vissza úgy, hogy igen, a régi háznál a hanem nem? Így van. De bele se gondolunk, igen. nem? Abszolút. Vagy az olyan területre, ahol évek óta nem, és mekkorákat nőttek a fák. Igen, vagy a régi fényképeken nem, amikor csak én pont, pont a mai napon nézegettem a, a, kert, az öt évvel ezelőtt, öt év is, ugye ez hol van 150-hez képest, hogy mekkorát nőttek a fák, és mennyire más, hogy is, hogy a fű ott már kikopott, és hogy más növények vannak. A könyvnek az egyik nagy értéke az, hogy rengeteg történelmi dok dokumentum fotót tudtunk beletenni. A, a fortepántól kezdve a cégnek saját fotógyűjteményeit tudtuk előbányászni az irattárból. És van egy ilyen történelmi íve, fekete-fehér fotók, aztán színes fotók a, a lakótelepépítés, amikor csak kockákat látsz. Ha ma kimész az uglói lakótelepekre, és erdőket látsz. Hát oly, olyannyira egyébként, ha már az uglónál tartunk, hogyha kimegyünk a Füredi lakótelepre, vagy a kerepésült lakótelepre, akkor ott azt látod, hogy mondjuk pont a pont a, pont a fünredén, voltam egy pár nap előtt, hogy gyerekek, ezt valaki annak idén megtervezte. Van egy széles, ne, széles, oké, okay, hogy aszfalt és törődözet, de széles sétány, amin elfér a bicikli, elfér a idős nénik, elfér a babakocsi, minden, több, három-négy ember, bo, mindent minden tovább elfér egymást, hát. hogy amikor mész egy kisgyerekkel, úgy is fogod a kezét, akkor a kettőtök legalább egy másfél métert elfoglaltuk, ugye a kisgyerek, ugye a cicakban, és a többik. Utána van egy zöld benne egy fasor, utána egy kis járda, amin föl lehet menni a lakontelepi házakhoz, amik most olyanok, amilyenek, de ugye azóta is laknak benne emberek, és utána még, még vannak a picikek is ágyások ott az úgynevezett telek mellett. Na most ez, ez, nagyon jó, és az ember azt mondja, hát igen, már a 70-es években ilyen volt, meg 60-as években, de most nincs ilyen. Tehát most, 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 most amiket építenek lakóparkokat, Igen. ott, ott ez Igen. a típusú, Igen. jó, oké, az a magánterület, akkor meg ugye állami volt minden, tehát nem lehet összehasonlítani, de hogy azért, azért, azért nagyon szomorú, hogy, 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 hogy ma, ma, ez, ma, ez, nem így van, és ugye akkor nagyon felemelő, hogy már a 60-as, 70-es években, amikor szó se volt még környezetvédelemről, meg olyasmikről, mint, mint amiről ma, ma szó van, akkor voltak tájépítészek, kertészek, a főkertnél olyan emberek, akik erre gondoltak, hogy legyen élhető a környezet, és, és tágas parkolók, és a többi. Nagyon végig gondoltak, nagyon-nagyon komoly szakemberek voltak. Mi voltunk föl a Budapest gyűjtemény, ugye? A Budapest tervezőkkel beszélgettünk ott idős, idős emberek. A fővárosi levél Igen, igen. igen elővettek régi pauszokat, gyönyörű tervrajzok. Ezek az emberek tényleg egyrészt nagyon jókor voltak tájépítészek, rengeteg munkájuk volt, és nagy volumenű, nagy léptékű munkák volt. Volt rá gondol. idő, nem? És volt idejük rá végig gondolni. Ez és te, ez nagyon fontos, már el dolgot... se tudjuk képzelni, igen, nem? Igen. Míves dolgokat csináltak számítógépek nélkül, amik már nőttek be, már teljesedett ki. Na ezt akartam mondani, hogy ma az benne a fantasztikus, hogy kimész ezekre a helyekre, és ezek olyanok, mint amilyennek annak idén megálmodták. Nagyon-nagyon komoly szakembergárda volt ennél a cégnél, most is, de régenben sokkal nagyobb lehetőségeket adott maga az élet, tervezési lehetőségeket, és hát fantasztikus dolgokat műveltek. Tehát... Igen, tehát a, ugye a történeti feldolgozása során mi is ezzel szembesültünk, hogy a 1968, 1967 és 80-as évek közti időszak az abszolút egy fellendülő időszak volt a kertészetnek az életében. Ugye 1956 után beindultak a nagyarányú lakásépítési programok, a lakótelepi programok, és itt csatolnék vissza ahhoz, amit az előbb mondtál, és hát ennek megfelelően a lakótelepek zöld felületeinek a, a, a tervezését, előkészítését, kivitelezését is a fővárosi kertészeti vállalat készítette. Ugye ilyenben volt az 1970-es évek a beton évtizede, emellett azért megjelentek a kertépítészeti technikákban is azok az előre gyártott elemek, amiket a, a, a különböző lakótelepek mellett láthatunk, de például ugyanebben az időszakban jelent meg a fák építői módszerekkel történő átültetése is, tehát 1970-ben, amikor elkészült a Blaha Lujza téri állomása a metrónak, egyetlen éjszaka alatt 20-30 fát ültetett át a térre a főkert. Ezzel kapcsolatban sok legenda van. Most akkor sikeresek voltak ezek az átültetések, vagy nem voltak sikeresek? Sikeresek, most mm -hmm. is ott vannak. Hol vannak ott? A, ahol a parkoló rész van a, a korvináruház az az szemben. szemben. Ott pici vannak pici. fák. Igen, azért nagy nem... fák, és ott azokat akkor ültették el. Mm -hmm. És azok milyen fák? Azt most így hirtelen nem tudom. Pont, pont láttam ott valamelyik nap egyébként azokat a fák, mert azok uh, mh, még ahol, nem olyan nagyon nagy fák, de nem is kicsik. A, ahol van a, a, a szökőkút, vagy nem szökőkút, csobogó ez Igen. a gomba, Igen. amellett van egy fasor, Igen. vagy néhány És fa. azt akkor ültették akkor tették át. Mm. Igen. Igen. És ugyanebben az időszakban érdemes belegondolni, 2000 hektárnyi zöld felület volt, ami lakótelepi környezetben létesült. Tehát a park területeknek mint egy a fele, 2000 hektárnyi terület, az mind, mind a lakótelepi Ez az időszak, amikor a főkertnél több mint 4000 ember dolgozott. Nem volt felosztva Budapest zöld felületei kerületekre, hanem egy főkert Tehát gondozott amit a minden. kerületek gondoznak, Egen. az is a... Igen. minden a főkerthez tartozott, ergo tényleg egy T -t -t. nagyon nagy vállalat volt. Szó szerint saját sportklubban, meg saját... Kő... Hát, mint ahogy akkor a szokás volt. igen. igen és az egész főváros erők voltak felelősek, ami sok szempontból én azt gondolom, hogy hatékonyabb és jobb megoldás, mint kerületekre fölbontani, és mindenki megy a, feje, a saját feje igen, után. Igen. meg a úgymond felesleges, hogy sokszor az ember feleslegesnek érzi ezeket a különböző ilyen demokratikus megbeszéléseket, akkor nem volt, hát nem akkor föntről valami el volt döntve, és ha az volt, hogy ki volt adva, hogy fákat kell ültetni, akárhova, akkor nyilván annak jó esél, akkor volt egy, egy, szakmai megbeszélése, de utána akkor nem volt az, hogy bárki azt megvétózza, vagy nem tudom micsoda, akkor el volt ültetve, hanem ha ne, ha nem, de ebből fakadóan nagyon hatékony volt. I igen, de ennek meg volt a, az értelme is, nem az az volt, hogy van a kerülethatár, és akkor a kerülethatárig ilyen fát ültetünk a kerülethatár túloldalán meg olyat, tehát hogy egy egységes koncepció mentén tudtok, tudtok ha most dolgozni most lehet eladni, akkor ti visszahoznátok ezt a rendszert? Igen, mindenképpen. Hát ha nem, már, nem, másért nem, csak növényvédelem szempontjából. Hm. Hát az, hogy hát a meg, 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 megy, meg, a fasorok egységes meg a képe, nem? Megy, és az egy főváros egységes képe mentén. Én szerintem az egy hatékony és egy, egy jó történet volt. De hát rég volt. Igen. De nincsenek erre irányuló törökvések, nem? Abszolút nem 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 nem, 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 nem. is tudná ne hát kezelni ezt a helyzetet. Na most. jó, de hát nyilván akkor alvállalkozókkal, tulajdonképpen azok az alvállalkozók, akik ma a kerületekhez vannak leszerződve, azok akkor a főkerthez szerződnének le. És ugye nyilván ugyanúgy kellene kerületenként megbízottak, ugye az ódási feladat miatt. Itt igazából a közös gondolkodás lenne a lényeg. Nem, hogyha hát, elhagyjuk az, ülőjük, az is. elkezdjük is. üteni, az akkor is. a vége az nem tudom, hány kerületen megy keresztül oda, akkor az kerüljön például. Igen, pontosan. És meg, hogy egys egységes ö, növényvédelem, egységes ö, növényképek, tehát, hogy igen, egyértelmű. Neked a dolgok jellegéből adódóan valószínű, hogy van főkertes múltja azoknak a, 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 a vállalkozóknak, kivitelezőknek, akikkel a, 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 ma dolgozunk, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból is hatással van a főkert. A... Hát, majd főkert 200-nál esetleg. Igen. <laughs> szóval ez volt tulajdonképpen nagyon izgalmas módon a, 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 fellendülés korszaka, és akkor konkrétan meg is írjátok a könyvben, hogy de utána jön egy, egy hanyatló korszak. Igen. Ez a 80 as évekbe kezdődik? 80-as évek elején gyakorlatilag a szocialista tábor egy nagyon súlyos válságot él meg, de ez amblok mindegyik, hogy a szocialista de hosszág. Azért nagyon érdekel ez a dolog, mert hogyha például mondjuk a lakótelepeknek a növényállományáról beszélünk, meg a padokról, akkor a 80-as évek másik fele, vége fele, amikor gyerekek voltunk, akkor lehetett látni azt, hogy, hogy katasztrófa volt. voltak ezek a feltörözött aszfaltok, akkor de. ezek a vasrácsok, a kitört fák, nem tudom micsoda, de hogy akkor mi, mi a fene történt? Elfogyott a pénz? Kevesebb, Hihetetlenül nem volt pénz. De döbbenetesen nem volt pénz. Nézd meg a, a, a régi filmeket, a kopott kabátok, rossz autók, rossz utak, rossz fogsorok. Az, ugye a, a szegénység, egy társadalmi szegénység úgy onnan indul, hogy rosszak a fogak, és rosszak az utak. És utána aztán minden elromlik. Akkor az akkori tanács, fővárosi tanács úgy dönt, hogy a zöld felett fenntartás túl drága, és szétosztották a kerületet. Ez között. még a 80-as években volt? 80-as évek között. Bocsánat, csak ugye ebbe az az izgalmas kérdés, hogy tulajdonképpen a, ugyanabból a zsebből kell kifizetni. Most nem mi? fizettek semmit. Na kiadták a területeket, de nem adtak hozzá pénzhez. Tehát a kerületnek? Csinálj vele valamit. És hát honnan lenne külön? Hát ez az például a, ugye, a szerencsétlen 14. kerület, a városligetet megkapta, de nem kapott már pénzt. Két éven belül teljesen uh, leromlott a város. Mm. Ugyanezt történik a Margit szigettel is. Szóval Megkapja a 13. A kerület, tökéletesen leromlik. Mm. És akkor rájöttek, hogy ezt nem lehet így csinálni, és egy nagyon hosszú, mindenféle jogi cselezgetés, meg, meg uh, tárgyalások mentén a, a főkert visszakapja gyakorlatilag a legfontosabb parkjait, fasorait, illetve azokat a történelmi és városképi területeket, amik meghatározzák ezt a várost. És hát egy folyamatos cselezés jogi csatározások mentén megpróbálnak ehhez pénzt is hozzátenni, illetve, ami nagyon fontos, hogy hát szépen lassan bekúszik ugye a rendszerváltás. És ott azért nagyon csúnya időszak. Tehát, hogy privatizálások, spontán privatizáció, és el kell kerülni. A főkertnek is voltak olyan ö, által használt területek, amik hogy, hogy nem magán emberekhez kerültek. Ezt így most nem pontosan mondani, az biztos, hát, hogy sikerült elke... megoldani. De azt, úgy, ú, úgy hogy... kell elképzelni, mint egy ts a vagyonát tekintve, hogy voltak ilyen-olyan gépei, telephelyei, amikor kevesebb lett a rendszervetés után, mondjuk 5-8 évvel? Valószínűleg vannak ilyen helyzetek, igen. Uh -huh. igen. Ez <coughs> egy más típusú történetírás lenne, amiben uh -huh. mi nem vállalkoztunk uh -huh. annyira. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért meg kell adni a volt igazgatóknak azt a pluszt, hogy ők azért megtartották a céget. Így vagy úgy. De az, hogy ma van fölkert, de, de be, 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 hát valahogy Budapestnek fönn kell tartani a zöld felületeit. Hát, hát, nem volt biztos ez. Voltak időszak, amikor ez egyáltalán nem volt annyira biztos. Tehát volt időszak itt a fővárosban, amikor úgy gondolták, hogy a közműcégeket mindenképpen privatizálni kell, mert az hatékonyság nem elő. Uh -huh. Aztán volt időszak, amikor az összeset visszalásárolták, mert rájöttek, hogy nem. A főkert meg írdatlan ingatlan vagyon az, ez, amit a főkert kezel nagyon nagy ö, ö, gép meg terephelyek. Ezek nagyon pontos értékek, és ezt azért megtartották tulajdonképpen ami, ami, a szakma felől nézve, ugye ebbe az az izgalmas, amit szerintem külső ember egyáltalán nem is ért, meg talán nem is kell értenie, kivéve akkor, hogyha ő hogy döntéshozó is dönthet mondjuk egy ilyen cégnek a sorsára, hogy itt azért együtt vannak szakmai kvalitások, amiket, hogyha elengedünk, azt nehéz visszaépíteni. Azt nehéz Tehát visszaépíteni. könyvtárat nagyon gyors, nagyon gyors nagyon fel gyújtani. Igen, de hogy olyan de ember... újraépíteni, én... az megint én... egy évszázad. Igen, de hogy olyan emberek, itt a nénik, és, és rengeteg olyan, aki nem is tudjuk a nevét, én se, se senki sem lehet, hogy még ti se ismeritek annyira, vagy talán akik egy cégbe dolgoznak, akik, akik nélkül nagyon komoly problémába ütköznek, mert annyira könnyű dolog, hogy azt mondom, például pont egy, 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 begónia ágyást ültettünk egyszer, azt hiszem, hogy 1100 begóniát kellett kiültetni valami, nem tudom, 100 négyzetméterre és hát én oda akkor kimentem, hogy ez mennyire könnyed, már csak beültetjük. Hát azért az, hogy az ott egyenes legyen, meg jól nézzen ki, meg stb. és közmunkások jöttek oda nekem segíteni, és az egyik közmunkás mondta, hogy hát ő valamikor dolgozott a főkertnél egy pár évig, és ő csinált ilyet. Hát és akkor azért kicsit megkönnyebbültem, és te úgy kilogta a begóniákat, ugye, hogy egy, hogy egy, milyen, és csak, és csak begóniáról van amit le, előtte ezt legrosszabb októberben már nincs ott, vagy, vagy, vagy érted? Tehát, hogy maximum 6-7 hónapig nézték volna, hogy mondjuk rakom ki a sort, és hogy, és hogy ennyit jelent. Egyébként és, és, és ez a szakmai tudás, és tényleg ez, ez most csak egy, egy nagyon picike részlete az egésznek. Csináltunk egy soroz, filmsorozatot, egy fi, filmeket készítettünk az a, a Északi támpont ez egy filmprodukciós csapat, nagyon jó társulat, és 5-6 film, 5? Öt. 5 kisfilm. 5 kisfilmet készítettünk a... Örökzöld Örök történetek, történetek az a címe, és kifejezetten az a célja, hogy a jelent mutassuk be, hogyan dolgozik a főkert ma. És ez az öt kis film különböző tematikákra épül, faápolás, fejlesztés, zöld fölület fenntartás, és ezzel is egy kicsit arra gondolunk, hogy ez megint csak a, a jövőnek is egy, egy, egy nagyon De Az, az, a, az igazi izgalom benne az, hogy a minden megszólaló, Valahogy kijön ez a, ez a szakma iránti. Nem is, hogy nem csak a lázat, meg nem csak a saját büszkesége, hogy azért mi, ezt mi csináljuk, hanem hogy tényleg itt, itt egymásra rakódó tudás halmazok vannak, amit nem lehet. Ö, 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 tehát egy szanner Tibor nem lehet kicserélni. Igen. Ő egy a, a fák ápolója, ugye? Igen. Vilmos. Igen. Vilmos, Vilmos Igen. De rengeteg ilyen helyzet van, hogy, hogy, hogy egy nagyon-nagyon komoly szakmai múlt, amit nem lehet kidobni. Igen. Volt itt a rádióban, pont arról beszéltem egyszer, hogy nagyon sokszor van az, hogy hát ő, inzultálják a lakosok, hát én kint vagyok sokszor a fakivágásoknál, és hát beszólogatnak, hogy ti gyilkosok, fagyilkosok, stb. nem tudom, mit csinál. Volt itt a rádióban, mondtam, hogy hogy kedves budapesti lakosság, az a része, aki így gondolja mondja, úgy beszéljen ezekkel az emberekkel, hogy egyszer egy mondjuk -e, a, a már említett szakember, Fölmond is elmegy, és elmegy mondjuk Düsseldorba, vagy akárhova többször ennyiért, mert rögtön fölveszik, az beírja, hogy ő itt főkertnél dolgozott, azonnal fölveszik akkor nincs még egy. Nincs. Tehát akkor Igen. nincs kit kiküldenünk Igen. a fákhoz. Igen. De hogy nem úgy van, hogy akkor kiküldünk mást, mert nem téged hozzá. hiába küldenek Igen. ki, engem hiába küldenek ki, Igen. mert nem nem a faápoló vér folyik bennünk, és nem évtizedek óta ott pontosan. állunk a fáknál. Pontosan. pontosan. Nincs, nincs pontosan. tovább. Tehát, hogy akik vannak, azok nagyon kevés, szerintem a budapesti lakosság nagyon nem sejti, hogy mennyire kevés az a szakember, aki valójában ki konkrétan azt a tudást hordozza, Igen. amikor eldől egy-egy fának a sorsa, vagy egy fasornak Igen. a betervezése. Igen. Vagy Igen. Itt, itt pár tucat emberről beszélünk össze-vissza egy kétmilliós városnál, Igen. és ha abból Igen. valaki Igen. elmegy, akkor nincs. nincs Hát persze, hát úgy úgy kell elgondolni, hogy mintegy 6 millió négyzetméter kiemelten kezelt zöld felületet kezel ma a főkert, és az állományunk az olyan 400-410 fő, ebből kb. 300 az, aki kint van a területeken. Tehát 300 ember minden, mindenkivel, mindenkivel ember. együtt, tehát ebbe értsd a, a, a Gellért soför, hegytől igen. a sofőrön át, mindenkivel együtt 300 ember tartja fel Budapest zöld területeit. legfontosabb zöld területeit, amit turizmusban mindenben azt látod. Tehát ez... ezt, ezt, ezt tegyük már helyre, mert szerintem sokan nem tudják, hogy tehát a főket akkor a kiemelt területeket tartja igen. fent. Ezt leginkább onnan lehet megismerni, hogy ez egy park, igen. Gellért egy. Nem, Marnok, ezek a vargat, történelmi várost, a nagy várost, parkok. Valamint azok a fasorok, illetve azok a főutak, ahol a BKV jár, mondjuk nagyjából? Ö, nagy vonalabban. Nagy átfedésben. Igen igen igen, igen. Igen, 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 igen. És akkor minden mást? Az, a az pedig a kerületek. Ez, ez, ez például akkor, amikor a, a kerületi ügyfélszolgálat, mondjuk a zöld vonalat nézzük, vagy a főkeretek az ügyfélszolgálat, akkor ez tökéletesen kitűnik, hogy ezt a legtöbben már nem tudja. Ugye? Abszolút Senként, nem. Ugye? És, és igazából mindig a, bejön egy, egy például egy ügyfélszolgálat, egy bejelentés, az első kérdés, hogy milyen vagy a kerületi. Így van. tehát Így ez, van. Ez, ez igen, igen. igen. És egy kicsit még visszacsatolnék oda, o, itt az állományunkhoz, uh, talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ugye most készülünk arra, hogy a, és itt a cég lojalitásra gondolok, most készülünk a karácsonyi ünnepségünkön, évzáró ünnepségünkön átadni 25 éves évforduló alkalmából egy kis visszagondolást azoknak a kollégáknak, akik itt vannak 25 éve. 8 darab olyan kollégánk van, aki 25 éve itt dolgozik. Ez csak aki 25 éve. El van, aki 30 éve van, aki 40 éve, éve itt dolgozik. Most ezt megkérdezem, tehát miért, ez tehát, mert, hogy... tehát olyan szintű, a, a, cég, a cég lojalitás. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, mert ez, ez meg meg azt benne. tudom, hogy, hogy, más állami cégekhez viszonyítva itt, itt alacsonyabb a bér, mint, mint más állami cégeknél. Ezt én nem tudom megmondani, de azt látom, hogy... Szerintem hogy... nem olyan stresszes, mint más állami cég. Uh -huh. Másrészt megvan a tudásod, hogy jó, a tudatod, hogy hogy jó dolgot csinálsz. Igen. Látod, egy hogy pozitív, jó. Igen, azonnal látod, hogy... Erőltetted, ott van. van... Ennek van egy Szép. pozitív üzenete. Igen. Ök, igen. Valamit csináltál, valamit letettél az asztalra, és ettől jobb lesz a te életed. Ma beőltettem a Dátérán a világokat például. Hát Egy tök nagy dolog egyébként, hogy a város egyik központi terén, most te ültetted be a világokat. Tehát ez, én, én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy tök pozitív Vannak dolog. olyan munkák, amit utána hazamész, és elégedett vagy. És nem, ott, és nem, a, és nem stressz ki magad. Egyébként nagyon fontos, nek, akikkel én együtt indultam, mondjuk általános iskolába együtt jártam, és most már mind a ketten dolgoztunk 10-15-20 évet, és mit tudom én, van egy barátom, aki, aki bankban dolgozik, és mondja, hogy ő ezt, ezt, ezt nem akarja, ő ezt, ezt, abba akarja hagyni, és, és, és nem, 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 egyedi történet, és valamit akar csinálni, kézműveskedni, kertészkedni, nem tudom. Veszünk betűnc, fel embert. Hogy <sad> veszünk, hogy a gondolod, akkor most, most keresünk van kertészeket, van felvétel, úgyhogy... <sad> 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 Ez az érzés egyébként, uh, annélkül, hogy ezt így most kicsit túlspiráznánk, ezt, ezt a fiatalok mennyire értik? Tehát, hogy ugye beszéljünk egy picit a munkaerő hiányról, uh, nyilván a fűkert is küzd vele, meg az Persze. alvállalkozik is, hát ez, ez egyértelmű. Uh, el lehet mondani a fiataloknak, vagy akár azoknak, akik akik, akik új szakmát választanak, hogy, hogy, hogy érdemes eljönni kertésznek? Van erre valami? Stratégiánk vagy stratégiátok? Beszélgettek erről? Milyen, milyen, milyen ö, szakember szakember szerző stratégiája van a főkertnek, ha így kérdezem? Hát az a baj, hogy nincs, szerintem. Uh -huh. Így nincs. Tehát, hogy nem lehet rá? tehát Nem. nem. Ö, gépesítünk. Tehát most tényleg az a menet, hogy, és mindenhol ez a tendencia, hogy, hogy egyszerűen gépesíteni kell, valószínűleg a robotok is be fognak majd szépen lassan csatlakozni a céghez, de azért vannak pozitív példák, tehát tudom, egy hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt egy angol fiatalember jött be az irodába, hogy hát ő szeretné itt ertész lenni csak így néztünk ki, hogy mi a, mi a pék, és itt maradt valószínűleg a Sziget Fesztivál, nem tudom, mondta, hogy iskoláin nem nagyon vannak, de Angliában ő komoly kertész múltan rendelkezik, és szeretne a fő, főkertnél kertészkedni. És mondtátok, hogy üdv a cégnél? Hát elkísértük e, 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 e őt az, az, a, hr re aztán hogy onnan tovább hogyan történik. Ez tudom. akkor is nagy történet, hogy Igen. megjött. Igen. Igen. De például ilyenekre is lehet gondolni, hogy próbálunk olyan eseményekben részt ahol olyan szakmai partnerként jelenhetünk meg, ami egy jövőképet is nyújt Had. Tehát például volt, hogy a faápoló bajnokság, ez a harmadik magyar faápoló bajnokság augusztusban a, a néplégetben ahol egy országos szintű ö, eseményről ö, beszélünk, és hát itt a faápoló képzésben is ugye a mi embereink ö, is aktívan részt vesznek, és hát szerintem egy néző, egy fiatal lejön egy ilyenre, és akkor azt látja, hogy ott a fák tetején ott ezek az emberek ott mindenfélét mászkálnak, gyakorlatilag mint egy extrém sport egy legalizált verziója, verziójaként ez egy tök vonzó dolog lehet, hogy igen, ezt lehet nálunk csinálni, hogyha szeretnél faápoló akkor végezd el ezt a képzést, gyere hozzánk, várunk szeretettel. Meg szerintem egyébként, hogyha ha az a pár Facebook kommentelő, aki így nagyon okosan beírja, hogy hát hogy vágták le a fa teteit, vagy stb. Ha csak annyit megcsinálnátok vele, hogy ilyenkor a, a, a kis fölviszitek olyan magasra, és egyelőre csak a tokban van az a bizonyos benzinmotoros láncfődés, és csak ott a kezébe adott, hogy na most akkor, de vigyázz, mert alattad állnak az autók, mert nem álltak el. Igen. Akkor, akkor lehet, örömmel, más várjuk örömmel várjuk a jelentkezőket. Hogy, igen, akkor lehet hogy egy picit más, hogy gondolná az hogy hogyan lehet, nem tudom, 10-15 méter magason úgy ápolni a fákat, levágni róluk adott esetben darabokat, hogy az nem hullhat le, mert a budapesti polgárok azok nem álltak el az autójukkal a felhívás ellenére sem. Igen, tehát lentről hogy tudod megállapítani, hogy egy nem tudom, 10-20 méter magasságban mi történik pont ott a fával tehát... Ha az már fápolok, kérdés... tulajdonképpen akkor a főkert a főkertben lévő szakembergárda az alapja annak a képzésnek, ami a Kertészeti Egyetemen van? Igen, igen, igen. igen, igen mert túl. hogy ez egy új szakma. Igen. Hát nálunk egyébként, meg a világban azért ja, ne, jó, ne, altan, nagyon okay. komoly előzményei vannak. Most egyébként kiadtak egy nagyon jó könyvet is ebben a témában, tehát most PDF-ben jelent még eddig meg, de én láttam, és ez egy nagyon komoly munka, egy amerikai ö, szak könyvnek a lefordítása tulajdonképpen. Mert hogy azt mondjuk, hogy a másik világháború után 50-es, 60-as, 70-es években volt egy nagy fellenülő korszak a főkertnek, akkor az azt jelenti, hogy akkor nagyon sok fát ültettek, azt hiszem ezt mondhatjuk, akkor azért az a nagyon sok fa az ma már 40-50-60 éves, és ha mondjuk ezek a fák, mondjuk ne is, amiket ültettek, 80-120 évig élnének, ám de a 80-as, 90-es, 2000-es évek környezetszennyező Budapestjén ezek az, ezek az életkorok, ezek Feleződnek, harmadulnak, akármi, mm -hmm. meg közben azért egy párszor átvágták minden fának ugye a gyökérzetét, akkor ez azt jelenti, hogy ez a rengeteg elültetett fa a hőskorban, azok mostanra jutnak szépen lassan arra a sorsa, hogy visszaépítjük, kivágjuk és ültetünk, és helyett. ültetünk helyette Igen. újat. Tehát ez egy, ez egy a fa... erdőgazdaság, tehát, a, 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 tehát a városi erdőben élünk, az az, az igazság. Tehát nem, nem az a pillanatnyi helyzet van, amit kinézünk az ablakon, és ez a nem, ez egy nagy folyamat az ültetéstől a kivirágzáson át egészen a, a fa haláláig, ami akár 80 év vagy a, a városban rövidebb. Plusz hát rettenetes üzők, ö, betegségek, üzők, és legfőképp az, hogy a közművezetékek ö, ásása közben folyamatosan nyírják szerencsétleneknek a, a gyökérzetét, és pont ott megfullad a fa. A Városi Erdészek, ez a cím a, annak egyen. a kisfilmnek, ami a fa egyen. Egyen. szól. Egyen. Így van ugyanolyan erdőben élünk, mint a kinélnék valamelyik e, nagy erdőnkben, csak itt házak vannak, meg autók, meg közutak, meg itt élünk. De ez egy nagy erdő, Budapest. Itt nagyon szép erdő. Beszéljünk egy picit arról, hogy akkor a 90 es években ugye mondtuk, hogy sok tisztelt az az igazgatóknak, akik akkor megtartották a céget, és akkor, akkor után, utána, milyen időszakok következtek? Végül akkor nem privatizálták, végül akkor... Volt meg... egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen visszahúzódó, kibekkelős időszak, és akkor 2010-ben jött a, a mostani igazgatónk Szabó József úr, aki egy nagyon jó viszonyt alakított ki a városvezetéssel. Tehát a konfrontáció helyett a, a, a megegyezésre törekszik, és, és, és megértette azt a városvezetésre, hogy ez fontos terület. Tehát eddig mindig is a főkert kicsit olyan lenézett történet volt, mert nem közlekedésben, nem vízben, nem gáz, meg nem... Nincs benne pénzforgalom. Ez egy, ez egy, ez egy non-profit cég. Itt nincs, itt, itt tényleg a, a adófizetők pénzéből gazdálkodik a cég. És az igazgató megértette a vezetéssel, hogy ez, a városvezetésre, hogy ez egy nagyon fontos, és a jövőbe mutató történet, és elindult egy szép, lassú, de nagyon kitartó fejlődés. Most ennek van egy nagyon látványos ö, szakasza, ugye ez a tízzel új Budapestre, de korábban, mondjuk 2010 és mondjuk, nem tudom, 14-15 között, mi az, ami külső szemben látható? Vagy egyáltalán az, hogy a szervezeti struktúrája úgy alakult? Nagyon átalakítottak, nagyon komoly szervezeti struktúra változások történtek, nagyon komoly ö, ö, gépesítési folyamatok. Azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen amit így az ember az utca láthat, az az, hogy mondjuk új autók vannak, azért ez már nagyon jó. Meg új célgépek vannak. Tehát olyan célgépek, amik 10-20-30 embernek a munkáját elvégzik. Ezek nagyon fontosak. Nagyon fontos a Tahifa iskola. Tehát az egy milliárd, sok-sok-sok-sok milliárdos érték a, a 60 hektár. Azt hiszem, igen. És ott, csak ott nevelődik elő a Budapest jövő állomány. Az ország első öt nagy az benne van, aztán Abszolút benne. És azt tulajdonképpen az állami tulajdon akkor... Nem, 100% száz százalék főkert tulajdon igen, igen. tehát tulajdonképpen mindannyiunké, és az termel uh, Budapest számára a fákat. Igen, előnevelt fákat, amiket aztán elültetőnek. De ugyanez a termesztőtelep. Tehát az is, hogy úgy most talán még egy felújítási folyamat is el fog indulni. A több évtizede elmaradt ö, olyan épület és fel, felújítások, ugye a különböző telephelyeknek a felújítása. Tehát van, volt olyan telephelyem, ez a 70-es évek óta egyáltalán nem nyúltak hozzá olyan körülményekkel dolgozni a kollégáknak, hogy valami elképesztő. Ezeknek a telephelyeknek a. a... Voltam gyakorlaton főkkel telepen a, a 90-es években. Na, hát, akkor biztos tudsz róla. Tutsz róla most évek, 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 azokat évek. most ugorjuk, hát szerintem. A 2010-es években ez, ezek azért túlnyomó részt teljes körben felújításra kerültek, akkor dolgozunk egy teljes körű geodéziai és kertészeti felmérésnek a, a megvalósításán. Vagy például 2013-ban ugye a négyes metró beruházással kapcsolatban a Rákóczi tér felújítása, a második János Pál, Pál térnek a felújítása. Tehát mindig, mindig Minden évben volt egy-két egy, nagy, egy -két nagy, nagy menet, és egyébként meg a fenntartás, és az minél jobb, jobb minőségben. És ez, ez így nagyon koncentrál. Hogy... Egy picit menjünk még vissza a munkahelyi légkörre, mert hogy most akkor több ember lesz kitüntetve, vagy 25 éve dolgozik a cég. Azt hallottam, hogy például mondjuk a pont a faápolókhoz, hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazta egy, egy kollégátok, hogy nagyon nehéz bekerülni, vagy hogy ott nagyon nehéz, ö, tehát hogyha oda valaki bekerült, akkor szinte az családtag, mert hogy elképesztő bizalom kell, hogy ott az emberek, ö, ugye, hogy közösen dolgoztok, ugye valaki tartja, valaki fönt van, és neked meg kell bíznod, hogy valaki, aki fölötted van, az majd nem egy ki, mint, mint nem tudom, két, két táncos a jégen, hogy, ö, hogy, hogy, hogy ti innen föntről, mert tulajdonképpen való, mégiscsak a cég vezetésében dolgoztok, mennyire láttok bele ezekbe a kis szubkultúrákba, hogy amikor azt ültetik a virágokat a ligetben, hogy, hogy ott, hát ha, ha itt vannak 20-30 éve, akkor annak nyilván annál több, ö, és o, több oka kell legyen, mint hogy nem tudom, amit kapnak még bérletet a fizetés mellé. Hát én, én nem plegykákon látom. Tehát hihetetlen a, a hogy, hogy de ilyen 20-30 éves sztorikat sikerül elmondaniuk. De, Lehetné írni még két ilyen könyvet abból, hogy milyen, milyen, milyen vicces történet. Igen, ezeket kifejezetten gyűjtöttük, <laughs> Aha. Ugye a könyv összeállításakor. Sőt, ugye a főkert 150.hu honlapot kifejezetten ilyenek miatt hoztuk létre. Tehát azokat az emlékeket gyűjtöttük és vártuk és várjuk a mai napig is. Egyrészt a kollégáktól, másrészt pedig a lakosságtól, amelyek valamilyen módon Budapest zöldfelületeihez köthetők. Tehát itt ilyenekre gondol, kell gondolni, hogy hat éves koromba csináltunk egy fotót a Jászai-Mari téren. És akkor ott vagyok rajta, és oké, hopp, feltöltöm a 150 bodhúra, és akkor lehet, Interneten hogy... Interneten egy egyelőre van hely. És kiderül, hogy már nincs ott a játszótér a játszójátszói mert volt egy nagyon komoly játszótér. Volt Igen. egy hölgy, aki a könyvemutatón ő, szintén beszélt. És így hirtelen nem ütöztem. Kanászni Szandiéval. Igen. Hát úgy higgyétek el, hogy szégyen vagy nem szégyen, de én ott hallottam róla először. És hogy tulajdonképpen ezt csak azért szerettem volna így elmondani mert hogy. Hát, hát annak a hölgynek ott van a fejében és a szívében minden, ami Egen. Budapest zöldfelület menedzsmentje. És, igen, hogy, abszolút és hogy az... de nem csak az, hanem az összes dolgozó az elmúlt száz évből. Mert hogy ő dolgozott, és ismerte az akkor még Egen. nyugdíj előtt állókat is. Igen, Döbbenet. De hogy egy ilyen ember, ez egy, ez egy kincs hát, egy ilyen szakember, Úgyhogy egyrészt majd nem tudom, hogy hajlandó lesz de el fogom hívni ide a rádióműsorba. Másrészt pedig, hogy hogy az nyilván egy picit az én szégyenem, hogy nem hallottam róla, de, de annak is, tehát te, te ez azért is megtörténhet, mert ő nyilván nem interneten él, és nyilván nem csinál YouTube videókat, és nem jár nyilatkozni de hogy akkor, hadd mondjam azt, hogy ti feladatotok. Szóval csak azt akarom ezzel de, az egészen mondani, hogy nagyon van. fontos de. ez a munka, hogy, hogy, valahogy ezeket az embereket rábírni arra a téli időszakba, amikor már nincs annyi munka odakint, hogy leülj, ha csak semmi más nem csinál, csak leül egy kamera elé, és ezt elkezdi elmesélni, vagy fölmondja, vagy leírjátok, mert, mert ezeket meg kell őrizni de figyelj, szerintem. Nyitott, nyitott kapukat döngetünk a témában, hiszen az emlékév során elkezdtünk egy interjú sorozatot készíteni, pont a régi főkertes kollégáinkkal, és hát az Évával is készült egy ilyen interjú, valami érdekes, tényleg érdemes megnézni ezt az egész sorozatot, két hetente jelentettük, jelentetjük meg, hogy az emlékév során még két interjúra számítunk. A főkert, az 150 .hu. Ez a főkert Ez a is fönt van, és a főkert 150hu is, is Le tudod egy interjúk. Uh -huh. És ott rengeteg ilyen interjú van, öreg főkertesek, nagyon-nagyon jók, nagyon-nagyon jók. Tehát egyébként én a, pont kapcsolatban én rendszeresen egyeztetek vele azzal, hogy a különböző nyugdíjasaink, régi főkerteseinkkel a kapcsolatot tartani, hogy megjelent a könyv, akkor hogyan lehetne, hogyan jut el hozzájuk, van-e valami olyan. Tehát gyakor a mai nap is volt benne nálunk, és, és beszélgetünk arról, hogy hogyan lehetne csinálni. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen igazi. Tényleg van egy élző... ilyen családias jellege, Család. egy ilyen. Tehát... És Már ő a... is meséli ezeket, bocsáss Én... meg, csak egy mondatot, hogy ő is meséli ezeket, hogy vesszük számba a nyugdíjasokat. <coughs> Mindig meséli, hogy Hát igen, ő is az volt, aki a középiskola után kezdett a főkertnél, itt meg ott meg amott is, hát akkor onnan menj nyugdíjba. Tehát ma például egy ilyet mesélt, most szégyen, de nem jut eszembe a neve, aki a keresztúri úti telephelyünkön töltötte le az egész életét. Tehát a, úgy értve, hogy a, munká, a dolgos éveiben minden egyes munkanapon a keresztúri úti telephelyre járt be dolgozni. Most egy nyugdíjas kolléga. Igen, ez a keresztúri telephely az egyébként tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon kultikus hely, mondom, nem csak Igen. azért, mert én a legvadabb időszakban voltam ott gyakorlatokon, de tényleg, tehát ott, 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 leszállsz a buszról, egyébként, egyébként már csak az, hogy leszállsz arról a buszról, az őrsözérterétől nem tudom hány megállóra, és begyalogolsz azon a hosszú úton, reggel nem tudom, 7 órakor, és elképesztően hideg van február végén, és ugye tulajdonképpen te, te eldöntötted, hogy kertész akarsz lenni, de nem de, igen, de addigra megfagytál, és akkor még csak akkor kezdődik a gyakorlat, és kint kell az almásba metszeni, és nem tudom, miket pakolni. Szóval egyébként olyan szempontból meg, tehát, tehát ott tényleg valami nagyon-nagyon nagy szeretet lehet, hogy ott valaki kibírta, mert ott az nyáron kicsit meleg van, tényleg meg egy picit hideg, és hogy, és hogy mégis. De, de szerintem az összes telephely ilyen. Tehát, hogy a, a, a hajógyári szigetnek a telephely egy elképesztően varázslatos hely. De ugye a, a városegyedben is akkor sétálunk ki, vagy a hajógyári szigetre, vagy a Margit szigetre, amikor ö, kellemes idő van. De ugye hát a kertészek Igen. akkor is dolgoznak, amikor. amikor nem Cukad annyira. Szigetfesztiválon most kint voltatok idén. És mi volt a tapasztalat, hogy a boldogságra vágyó ifjúság oda jött, és érdeklődött a zöld menedzsment iránt. Te kim voltál? -e? E, igen, igen. E, azt gondolom, hogy nekünk egy pozitív tapasztalat volt ugye a szigetre. Hát ugye mi tartjuk fenn a hajógyári szigetet, és hát így adta magát a gondolat, hogy ki is települjünk magára a fesztiválat. Most idén először, igen. 25, tehát 25 éves, éves sziget, 20, 150 éves. éves valahogy úgy összehangolódnak ezek a, ezek a dolgok. És, és hát az volt, hogy kivittünk egy ilyen retro eszközt, ez a rakéta mászóka volt, és szereltünk rá pára kapukat, tehát innentől fogva egy, egy mini, volt két emelte, nem ez az? mini vízes Enged. játszótér valósult meg, ami egy 1000 fokos Sziget Fesztiválű hőségben nagyon kellemes tud lenni. De az igazi vicc, hogy csináltunk egy okos telefon alkalmazást a Sziget Fesztiválra, meg kellett keresni a szigeten 12 ö, botanikai érdekességet. Ilyen, egy ginkófa, egy emlékmű, egy. Mit? De ott a közelben vagy egész hát, végus, az egész szigeten? Hát mégis az egész szigeten az egy fél napot el lehetett ebben szórakozni, és akkor az volt a lényeg, hogy csinálj vele szelfit majd ha összegyűjtött egy gyere vissza, és akkor kapsz ajándékot. És hát kaptak fölkertes napszemüveget, meg frisbee-t, meg És jó pofa volt. És ezzel? megcsinálták, meg. de többen. És hihetetlen élveztek. Egyik kezében sör, másik kezében telefon, és most szelfizik a fával. <laughs> Igen, csinálj egy szelfit a fával. Tulajdonképpen ez volt, hogy gyűjtögetjük, van egy csomó fotónk, amikor a amikor ott állnak a különböző... És érdekel, érdekelte te, jó nem volt. Tudom, kivel beszéltem, azt hiszem, hogy talán egy, egy kertészet vezetővel, és mondta, hogy ugye, hogy a, a megkér egy kertész, vagy egy kertészeti vezetőt, hogy, vagy mondjuk csinálunk egy ilyen parkfórumot, hogy itt egy ilyen közösség tervezés során, akkor, akkor döntően általában az idősebbek jönnek el. 35-40 felett kezdenek el az emberek érdeklődni az zöld iránt, mert ugye akkor először házat, lesz, vagy lakás, vagy istelket. Tehát, hogy ugye 20 éves korra körül az ember házasodik, meg karriert épít, meg nem tudom, mit csinál, és akkor. De hogy nagyon izgalmas az, és ezt nem, nem tudom igazából ennek miért az oka, de talán majdnem mindegy is, 20, 20 éves 20 évesek is elkezdtek járni az ilyen különböző zöld konferenciákra, vagy az ilyen találkozókra, és most te is, amit mondasz, az azt jelenti, hogy akkor ezek a. Hadd mondjam, az tanárként, én főiskolai tanár vagyok. Zsigmond Krepp főiskolán tanítottam, most éppen nem tanítom, de elég sokat tanítottam, meg közösségi ügyekben részt veszek. És azt látom, hogy a fiatal generáció egyre dühösebb és egyre frusztráltabb azért, mert észrevették azt, hogy a bolygót kicsit elrontottuk a, az ő jövőjük szempontjából. És tényleg úgy élik meg, hogy nekik ebben valamit tenni kell. Tehát valóban az idősek sportja a kertészkedés. Az idősebbek azok, akik, akik már belátják a, a szezon. Sétákra, Én... hogy mi lesz a Belátják a szezonok fontosságát, belátják azt, hogy mi ez a folyamat. És ma a fiatalságban van egy erős frusztráció az iránt, hogy hoppá, itt azért a bolygó az idején csúnyán kezd változni. És pont abban az ő életükben lesz ez, 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 ez elég kemény, és bizony bizony elkezdenek az ilyen megmozdulásokra is eljönni, és egyre aktívabbak válnak. És akkor hogy ez, ez az, le... az aktív fiatalokat, akkor többről van szó, mint a Greenpeace tagságról, nem, vagy mint a nem, kemény, nem. frusztrációnak de... a legyőzéséről van szó, egyértelmű. Mm. Tehát én a saját kertjeiben látom, a közösségi kertekben, hogy általános iskolás gyerekek vannak bestresszelve a mm. környezetváltozással, mert ezt tanulják a, a biológia órán, vagy a környezetismeret órán. Általános iskolás gyerekek már be vannak stresszelve ettől, hogy mi lesz. Meg a két-három perces hogyan pusztul a föld, meg az ábrászat. Igen, tudom is, igen, hát, igen, ugye, igen, igen, a videómat, igen, bizony. És... A hírekből ő leszedi azt, hogy még pusztulás van, ő leszedi azt, hogy sivatagosodás van, ő leszedi egy csomó olyan információt, amivel nem nagyon tud mit kezdeni, de a frusztrációja már, már megvan. És innentől fogva nekünk meg köttelességünk, feladatunk az, hogy erre reagáljunk. És kommunikálni kell ezerrel, bizony. Bézen, bézen. A, közmű, a közmű szerep, főként egy közművállalat. Van vízszolgáltatás, áramszolgáltatás, csatornázás, közlekedés. A közmű szerep, mivel ma már beletartozik az információszolgáltatás is, maximálisan beletartozik. Milyen a Facebook oldalnak a... A, a Facebook oldala van ilyen... Igen, persze. Rengety igen, igen, igen. És, igen. milyenek a kommentek? Nyilván van a dühösek, hogy... Persze, van ilyen is, meg olyan is. Jó, van, hogy is, persze. Igen. De, hogy, hogy látjátok, Tehát mondjuk akár az ügyfélszolgáltató a tapasztalatait? Ez elve vannak. Tehát, Szerintem... Szó, a, a, na, szóval arra akarok kiukadni, hogy azért nagyon könnyű beírni. Én nem nő meg a fagyorsabban mi lesz vele, miért nem más, többi. Mert hogy nagyon sokan ennek egyébként szerintem azok, hogy, hogy fizikailag nem dolgoznak sokszor azok az emberek, akik beírják, hogy mit tart két hónapon keresztül egy fasor erőltetésébe. Tehát én számtalan ilyet olvasgatok, és én álltam, hogy azok az emberek, azok, azok nem tudom, valami elméletet végeznek, amivel semmi gond nincsen, csak hogy egész egyszerűen annyira, annyira távol kerültek. Tehát amikor valakinek magyaráznod kell, hogy esőben miért nem lehet a fát kitermelni, akkor mert, mi, akik ebben élünk, tudjuk, hogy nagy baj van, de hogy, de, hogy, de hogy ő meg tényleg nem érti, hogy hát, és akkor mi van, ha esik az eső, mert ő bennül az irodában? Ilyen. Hát ezeket valahogy kezelni kell, ezeket a kommenteket, vagy a hozzászólásokat, megkereséseket. Ugye alapvetően mi azt szoktuk, hogy az ügyfélszolgálathoz forduljanak azokkal a jellegű megkeresésekkel, amikor azt szeretné, hogy a házam előtt pusztul a nem tudom, milyen fa, legyenek szívesek kicserélni. Tehát egy csomó ilyen van. Azokra, azok a kommentek, hozzászólások, amik tényleg csak nincsenek benne konstruktív javaslatok, gondolatok, hanem csak a, nem tudom, rossz indulat van mögötte, azokkal azt gondolom, hogy nem túl sokat kell foglalkozni, mi mindig igyekszünk udvariasan és normálisan reagálni ezekre a dolgokra, és amikor tudunk, akkor meg segíteni benne. Tehát van olyan, amikor azonnal tudunk rá reagálni. Én azt gondolom, hogy, hogy a tudás a, kertész, a városi kertészetre, a városi erdőről egyre több tehát ezek a direktben dühös kommentek mentén azért a lakosság egyre jobban látja azt, hogy mit csinál a főkert. És például ez a 150 év ez jó volt ebben a történetben, hogy, hogy tudtunk magunkról jó dolgokat mutatni, és szerintem egyre együttműködőbbek lesznek hosszú távon. Mert látják azt, hogy értük, csináljuk. Most a Gábor a főkert kommunikációs szakértő, és D.K. Szilveszter főkert kommunikációs és PR vezető. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen, a lehetőséget. És ma folytatjuk? Szuper, köszönjük. Szóval folytatjuk, és akkor olyasmi témákkal, mint Budapest Green, szakmai konferencia és tízzer, Budapest, ezekkel a témákkal jövünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. köszönjük szépen. Köszönjük szépen.